Köszöntöm a Répce TV nézőit és követőit, önök hírperceinket látják, tartsanak velünk ma is! Múlt csütörtökön lezajlott a kötelező költségvetés elfogadás előtti közmeghallgatás városunkban. A fórumon beszámoló hangzott el a Lindegáz Magyarország ZRT biztonsági jelentéséről, a vízminőség javító beruházásról, amerre tovább répcel a nevezésük kezdeményezésről, a környezetvédelem helyzetéről a településen és a jövő terveiről is. A rendezvényről készült teljes felvételt a héten folyamatosan vetítettük a Kábel TV-ben, és közzétettük Facebook oldalunkon, valamint Youtube csatornánkon is. Több bejelentés érkezett az önkormányzathoz, hogy a kutya gazdik, nem tartják be azt a szabályt, hogy összeszedjék a kutya ürüléket, így imád sokat szor, és most ismételtem, felhívják a kutya tulajdonosok figyelmét a közterületi kutya sétáltatás egyik legalapvetőbb szabályára, ezeket nem hagyhatják hátra. Egyrészt a kutya ürülék büdös, kellemetlen belelépni, és még betegségeket is terjeszthet. Másrészt, aki erről nem gondoskodik, Köztisztasági szabálysértést követel és büntethető. Az önkormányzat tervei között szerepel újabb erre a célra kialakított hulladékgyűjtő edények kihelyezése. Ezért megvizsgálják, hogy hol van lehetőség, illetve szükség új tárolókra. A hónap utolsó csütörtökje révén megtartotta munkarendszerinti ülését a város képviselő testülete. A hivatalos rész megkezdése előtt köszöntötték a képviselők a város sportrendeletének megfelelően az elmúlt időszak kiemelkedő sport teljesítményt elért versenyzőit a Rakuráj Karate Egyesület karatékáit, Bognár Lénát, Finta Zelmát, Bognár Lucát, Bognár Bogit, Bogdán Szonyát és mesterüket Sián doktor Bogdán Olivért, valamint az Európa Kupa bronzérmes, szuperligás teke csapat tagjait. Előjáróban Szabó József polgármester beszámolt a két ülés között eltelt időszak eseményeiről, történéseiről, majd kezdetét vette a napi rendek megtárgyalása. Elfogadták többek között a képviselők a város klímastratégiájának végleges változatát. A klímaprogram két éven át tartott, hozadéka sok-sok szemlélet formáló rendezvény, a meteorológiai állomás megépítése, és ez a 60 oldalas dokumentum, melyben a szakemberek azt foglalták össze, hogy tudatos klímavédőként mit is tehetünk környezetünk védelmében. A hasznos, érdekes dokumentum elérhető lesz a város honlapján is. Elfogadásra került a 2022. évi költségvetés is, amely szerencsére a korábbi évekhez hasonlóan megnyugtató számokkal operál. Már csak két építési telke van az önkormányzatnak, egy az Aradi és egy a Tata utcában. Ezeket újra értékesítésre jelölte ki a testület. Elfogadták a 200 ban önkormányzati tulajdonban lévő non-profit Kft., a Répce TV és a Város Üzemeltetési Kft. erre az évre vonatkozó üzleti tervét. Majd döntöttek a képviselők a civil szervezetek idei támogatásáról is, amely most kiemelt összeggel szerepel, hiszen a város vezetése prioritásként kezeli a civil élet újraindítását ezért erre a célra 50 millió 375 ezer forintot szavaztak meg. Lakóra talált egy újabb ifjú házasok lakás, így a városvezetők nagy örömére most minden e célra fenntartott lakásban van bérlő. A Petőfi utcai irodaház egyik helyiségét is sikerült kiadni, itt masszás szolgáltatás lesz majd elérhető. A képviselőtestületi ülés teljes anyaga a könyvtárban megtekinthető. A Répcelaki sajtmesterek csapata 2011-ben jött létre, így a tavalyi évben már alakulásuk tizedik évfordulóját ünnepelték. Az eltelt évtizedben egyediségükkel nem csak a helyi, hanem a környékbeli fesztiválok, rendezvények kedvelt meghívottjává, színfoltjává váltak. Most újabb sikerükről számolhatunk be, február 19-én a vásáros hagyományos kolbász készítő és töltő versenyen vettek részt 15 magyar és egy szlovák csapat mellett. Sajtmestereink Horváth Lajos, Dömötör Sándor és Bokányi Kálmán sajtal és füstölt piros paprikával ízesített kolbászt készítettek, amelyel elnyerték a zsűri külön díját. Gratulálunk! Pénteken Veszprémben az éles kise csapat ellen kezdte meg a bajnoki szereplést a serdülő kézilabda csapat. Maráci Anita edző tájékoztatása szerint sajnos a téli felkészülésüket, a betegségek, sérülések és a kevés közös edzés miatt sem lehetett hasonlítani a nyárival. Ennek ellenére a tréner bízott egy jó kezdésben. Egy ideig kiegyenlített is volt a játék, aztán sorra jöttek a kétperces kiállítások, kimaradt zicserek, és a védelem is összeomlott. Bár a támadó játék helyel közzel működött, a félidőt időt már hat gólos hátránnyal zárták. Ez a különbség sajnos a meccs végére megduplázódott, így 32-20-as vereséget szenvedtek. Holnap hazai pályán a csorna ellen lehet javítani. A felnőtt gárda vasárnap Mosonszolnokra a tavaszi szezon második találkozójára utazott, ahol a lébény együttesével küzdöttek meg. A csapat közösségi oldalán az olvasható, hogy jó kapus teljesítmény mellett is súlyos vereséget szenvedtek, 36-19 arányban. Horváth István edző úgy fogalmaz, ellenfelünk ezen a napon mindenben felülmúlt bennünket. Rengeteg technikai hibát követtünk el, amit az ellenfél könyörtelenül kihasznált, levonjuk a szükséges konzekvenciákat. A csapat ma este hazai pályán fogadja a szany együttesét. Az országos teke egyéni bajnokság selejtező sorozata a hétvégén András Hidán folytatódott. Csapatunk hat játékossal vett részt a megmérettetésen. Két éremmel zártuk a selejtezőt, Horváth Zoltán ezüst, Rozmán Szabolcs pedig bronzéremmel gazdagodott. A nyugat egyéni döntőre győrbe 18 játékos jutott tovább, répcelakot 5 játékos fogja képviselni, a nevezett második és harmadik helyezetteken túl bíró Patrik, aki 6., Molnár Pál, aki 8., és Kuslics Gergely, aki a 11. helyen zárt. A hétvégi rajtól a labdarúgó bajnokság tavaszi szezonja. A télen hárman távoztak a keretből. Tóth Jenő, Palko Bálint és Markó Máté más csapatokban folytatják pályafutásukat. Potlásukra érkezett Kozma Dominik az Illés Akadémiáról, Baranyai Áron és Szabó Dániel Ausztriából, Szabó Attila pedig Rába A téli felkészülés egyik utolsó mozzanataként múlt hétvégén a Győrmoson Sopron megyei első osztályban szereplő Sopron érkezett répcelakra. A mérkőzésen többen hiányoztak a keretből. Rácz Milán, Havasi József, Prisztufa Kristóf és Velasztó Barnabás sem állt Balassa Péter rendelkezésére. A mérkőzést a vendégek kezdték jobban, és egy védelmi megindás követően meg is szerezték a vezetést, majd egy lecsúsztott beadás kötött ki a bal felső sarokban, így a félidő végén megérdemelt vendég vezetéssel tértek rövid pihenőre a felek. A második játékrész újabb vendéggólal kezdődött, és ezt követően is hiába alakult ki többször is répcalaki mezőnyfölény, a lehetőségek sorra kimaradtak, majd a hajrához érve a soproniak három gyors gollal bebiztosították győzelmüket. A mérkőzésen több utánpótlás korú saját nevelésű játékos is lehetőséget kapott. Holnap pedig hazai környezetben már bajnoki mérkőzésen fogadják a celdömölk együttesét. Délután három órától Egykor pedig az ifjátszik a Celi-U-19 ellen. Hétfőn este Kőszegre utazott kosárlabda csapatunk, ahol 63-49 arányú vereséget szenvedtek a hazaiak ellen. Legközelebb március harmadikán csütörtökön lépnek pályára a srácok, itthon fogadják majd a Celdömök együttesét. Mai műsorunk véget ért, valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kövessenek friss hírekért ezután is minket, figyeljék a képulságot és a Répce TV Facebook oldalát. Találkozzunk legközelebb is, viszontlátásra! Műsorainkat támogatja Répcelak Város Önkormányzata. A Répcelak és Vidéke Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A Renovó Üzlet a Prima Optika, Kis Dávid vállalkozó, a VS Trans fuvarozó és szolgáltató Kft, a Szabeki Divat, az Erika Virágüzlet és a Bindvid Szépségstúdió. Köszönjük a támogatást!